A sikeres magbőrzét követően szombaton palánta bőrzét rendeztek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A rendezvényen dísznövény és haszonnövény palánták adásvételére, csereberéjére volt lehetőség, illetve előadást tartott a Gaja Környezetvédő Egyesület komposztálásról, továbbá Vince Krisztina őstermelő az intenzív vágott virág termesztésének témakörében. Futterer Judit szakmai megvalósító örömét fejezte ki, hogy bár első alkalommal szerveztek palántabőrzét, nagyon nagy volt az érdeklődés iránta. Ez az első palántabőrzénk itt a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, és az volt a célom a rendezvénnyel, vagy az volt a célunk a rendezvénnyel, hogy az itteni családokat egy kicsit összefogjunk, egy sok kertes ház és kiskert van, és egyfajta közösségépítés is a cél, amellett persze, hogy gyönyörű növényeket és haszonnövény palántákat tudunk ezen az alkalmon beszerezni. Szintén szombaton könyvvásár tartottak az intézményben, amely során a könyvtári állományból kivont könyveket jelképes összegért volt lehetőségük megvásárolni az érdeklődőknek. Bíróné Tóth Erika könyvtáros elmondta, a befolyt összeget új könyvek vásárlására fordítják. Az állományból kiselejtezett többes példányokat, illetve olyan olvasói példányokat árulunk, ami nem illik a könyvtárnak a gyűjtőkörébe. Ezzel szeretnénk azt megakadályozni, hogy a könyvek kidobásra kerüljenek. Papírgyűjtésben sajnos sokszor találkozunk ott is értékesnél értékesebb könyvekkel, és ezért gondoltuk azt, hogy havi rendszerességgel, illetve kiemelt programjainkkal könyvvásárt rendezünk. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban minden hónap második szombatján rendeznek könyvvásárt, legközelebb május 11-én várják a könyvszeretőket.